Tovább megyünk, következő napirendi pont köztemető fenntartásáról szóló megállapodásnak a megkötése. A múltkori képviselőtestület ülésre megérkezett a jóváhagyólag a református egyház közösségnek elkötendő megállapodás, és gyakorlatilag majdhogy nem változatlan tartalommal a Római Katolikus Egyház is elfogadja. Az a kérés, hogy itt a nagy temető is, kihangsúlyoznám, Esperes plébános úrral történt egyeztetés alapján annyi módosítás lenne a megállapodásban, hogy konkretizáljuk, hogy nem mindkét temető, hanem a nagy temetőben évi kétszer, április és októberben lenne egy nagy takarítás, amit az Abakom közreműködésével a város bevállal. Egyébként meg tartalmában gyakorlatilag ugyanaz, a többit leszámítva. Itt nincsen útkarbantartás, mert körbe, tehát a Szondi út is aszfaltos út, a nagy temetőt a 40-es útról, illetve a Nyári Pál útról szintén aszfaltos úttal közelítik meg, viszont cserébe a nagy temetőnek és a nagyobb forgalmú is a nagy temető használata az április és az októberi nagy takarítási szelektív hulladékszállítás az, amit bevállalunk az Abakom közreműködésével. Van-e valakinek kérdése? Hozzászólás? Alpolgármester asszony, a szót tessék parancsolni. Megjelenteket. Nincs most az előterjesztés előttünk, de úgy emlékszem, hogy az előterjesztésben a nyitvatartás 8 órától 16 óráig szerepelt. És nincs időkorláthoz kötve, hogy ősszel, vagy tavasszal, vagy hogy milyen időszakban. Az a mi megállapodásunkat nem befolyásolja, van a temetőnek egy saját szabályzata. Azt mi nem vagyunk jogosultak felülbírálni, azt az egyházközösség hagyja jóvá, a mi megállapodásunkban időpont nincs. Tehát van egy temetői szabályzat, abban van a nyitvatartási idő, de a mi megállapodásunk nyitvatartási időről nem rendelkezik, és mi nem is írhatjuk elő. Tessék? A szerződésben nem, csak a szabályzat tartalmazhatja. Szabályzatot meg majd aktualizálják az egyházközösség tagjai, úgyhogy ebben majd partnerek lesznek. Hogy a kérést, hogy hosszabbított nyitvatartás legyen, hogyha így van, akkor szabályzatot is, mert nyitva van, be lehet menni. Nem látok több hozzászólás kérdést. Kérem, hogy a megállapodást akkor ezzel a kiegészítéssel mondom, módosít, vagy benne lesz, hogy a nagy temető, tehát csak a nagy temetőre vonatkozik az évi kétszeri takarítás és hulladék elszállítás. Így a megállapodást kérem, hogy fogadjuk el. Indulhat a szavazás. Tíz igennel a megállapodást a testület jóvá hagyta. Köszönöm szépen.